Néha úgy érzem, hogy haragszol rám. Ugye mondod, hogy ne rendezzek meg, nem tudom, ne adjak utasításokat, de mivel neked két szereped is van, ugye hol német lovag vagy, hol pedig magyar úr vagy. Próbálok segíteni abban, hogy visszazökkenj abba, hogy német lovakként mit kell csinálni, mert Gellért többször is megkérdezi, mikor megyünk be a színpadra, hogy na most akkor melyik jelenet jön, hol kell kimenjünk, hol kell bejünk, és úgy bennem, hogy akkor próbálok téged is rávezetni erre. Hát tanár úr, ezt azért nem róvom fel neked, de ebben igazad van, hogy nem könnyű a másik szerepből átlépni a lovagi szerepbe, holott azt gondolnád, vagy kívülről talán úgy látszik, hogy a lovagi szerep egyszerűbb, holott bonyolultabb a lovagi szerep, sokkal több a mozgás benne, sokkal több a bejárat, kijárat, mikor mit kell csinálni, és azért nem haragszom én rád, sőt, nagyon is jó, hogy azért stabilabban tudod a bejárásokat, mint mi, vagy én, meg Gellért. Mivel mindegyik előadásban ugyanazt játszom, ugye ezért nekem könnyű dolgom van ilyen szempontból, és még ezek után is tegnap is azt mondja nekem Kölnin három előadás után, hogy feszesebben azt a lovag jelenetet. Úgyhogy ma még feszesebbek kell legyünk. Egyébként ma lovag leszel? Nem, ma főúr leszek. Ma főúr leszek. De holnap már úgy, hogy erősítem lovagok leszünk, a lovagok, lovagok csapatát. De igen, az van, hogy nehéz azért egy könnyed főúrból átlépni, de segítesz, na megoldjuk. Megoldjuk, nem olyan probléma. Nem annyira nagy probléma. Karjelenetnél holnap akkor, hogy fogjuk csinálni? Hát a maradat, te dobbantasz, vagy paki? De hát attól függ, kikkel leszünk. Hogyha pakival leszünk. Majd dobbantom, és akkor indítjuk úgy, hogy jó legyen. Jó, rendben van akkor.